40 év és 8 hónap szolgálat után 2024 nyarán kibúcsúztatták Marosvásárhely közkedvelt lelkészét, Nagy László tiszteletest, aki a Bolyai téri unitárius egyházközségben hirdette az igét. A Riga utcai papilak több mint negyed évszázadig képezte a család otthonát. Ez alatt építgették, és most költözniük kell, hiszen új lelkészt vár a ház és az udvar, ahová a ma már kisebb erdővé terebélyesedett fákat Nagy László saját kezüleg ültette. Most viszont új fejezet kezdődik életében. Most itt egy olyan kertbe ülünk, amitől éppen a búcsú pillanata érkezett el, hiszen már, ahogy említette, el is költöztek gyakorlatilag ebből a házból. Milyen érzésekkel búcsúzik ettől a helyszíntől, ahol azért most már több mint 25 éve élt? Mondhatni azt, hogy már 40 esztendeje, hogy ismerem ezt a kertet, mert 1983. október 1-én neveztek is segédlelkésznek, és akkor itt a Bolyai 23 szám alatt itt a hátunk mögött volt a segédlelkészi lakás, ez pedig a lelkészi lakás, itt pedig egy kis kapu van, és rendszeresen átjártunk. Tehát én több mint 40 esztendeje, hogy ismerem ezt a kertet. A egykori Rigó utcában, a Avramescu utca, és tudni kell az, hogy ezt a 30-as évek után nyitják meg ezt az utcát, hisz ez is a Teleki családnak a birtokához tartozott egészen a református temetőig. Itt ez egy nagyon szép kertet, ma már mondhatni az, hogy erdő lett, és ezeket a fákat egytől egyig én ültettem. Több mint 20 évesek, és ma már erdő lett. Akkor, amikor elültettem ezeket a kis fákat, olyan szépek voltak. Akkor nem gondoltam, hogy egykor megérem azt, hogy ezekből akkora lesz, hogy fel kell támasztani, annyi gyümölcs van rajta, és talán érzik, hogy az utolsó termés, amelyet nekem teremnek itt, a Rigó utcában, a lelkészi lakáson. És most megköszönik a gondozást. Akkor most hogy értékeljük ezt? Jó érzés, vagy rossz érzés, vagy vegyes érzésekkel búcsúzik ettől a helyszíntől? Hát jó olyan értelemben, hogy igen, sikerült valamit létrehozni, itt szemmel látható, akár ez a kert is, és még természetesen sok minden egyéb, és rossz az, hogy most akkor innen el kell menni, itt kell hagyni. Nagyon sokan megkérdezték, hogy miért megyek nyugdíjba. Mert tiszteletes úr még jól bírja magát, még tud prédikálni, miért nem marad még egy kicsit. Azért, mert egy év múlva, két év múlva, három év múlva, és akkor is el kell menni nyugdíjba, és talán akkor még nehezebb lenne, mint most. És úgy érzem, hogy a 40 esztendő alatt sikerült olyan szolgálatokat végezni, úgy élni meg a papi életemet, hogy emelfővel mehetek el, és Isten őrizzen, hogy valami gond és baj legyen fenn az emeleten, és akkor majd azt fogják mondani, már menjen. Most pedig mindenki megköszönte a szolgálatomat is, és emeltfővel tudok elmenni. Igen. Különös érzés, hogy nem kell bemenni a lelkész hivatalba, különös érzés az, hogy nem kell vasárnapra készülni, de nem hiányzik, mondjam így, az, hogy én vasárnapra szószékre menjek, hogy éppen ebben a nagy melegben temessek, amilyen melegek voltak. Elékezett az idő, betöltöttem 65 évet, és úgy éreztem, hogy el kell menni nyugdíjba. De jó érzéssel. Ez nagyon jó. És milyen volt ez a pálya? Tudom, hogy nagyon mozgalmas volt, 40 év az azért hosszú idő mindenki életében, de hogy ez kicsit sem volt unalmas ez a 40 év, nem csak helyszínváltás volt benne, hanem egy csomó minden, amit lehet, hogy annak idején, amikor a Székely udvarhelyre elindult iskolába, úgymond az akkor nagyvárosnak tűnő helyszínre, a szülőfaluból akkor még nem is gondolta volna, hogy mik következnek. Talán már otthon a szülőfalumban megfogalmazott bennem. Én megvallom, elmondtam nagyon sokszor,
Nekem a matematika, a reáltudományok nem volt a barátaim. Nekem az Úristen megadott egy jó hangot, egy természetes, paraszti, gyermeki hangot, és a szomszédasszonyok mindig azt mondták, hogy jaj, Lacika, te pap kell legyél, olyan jól tudsz énekelni. És valóban rengeteget énekeltem otthon. Akkor lett a kollektív, amikor én gyermekeskedtem. A szekeresek mindig felvettek, az úgynevezett fogatosok, végig énekeltem a falut, a határba, csak éppen, hogy felültessenek a szekérre. És nem hagyhatom ki, és el kell azt mondjam, hogy szülőfalunak egy nagyszerű papja volt. Mondjuk el azt is, hogy melyik ez a szülőfalu. Homorú Dalmás. A szülőfalum, ha bár én Lövétén születtem, mert ott volt a szülészet, de a szülőfalum az Homorú Dalmás. És szülőfalum papja, Bencő Dénes, olyan hatással volt rám, tanulni is akartam, és szerettem ezt, amit ő csinált, amilyen példát mutatott számunkra. Úgyhogy bennem már akkor, amikor a székelyudvarhelyi egykori Dr. Petru Grosza liceumba mentem, a humán osztályban, és nagy szerencsém volt, mert kevesebben volt, és nem kell felvételizni, ez is egy nagy szerencsénk volt. Akkor már megfogalmazott, hogy én teológiára megyek, pap szeretnék lenni, lelkész szeretnék lenni. Persze ebből voltak kisebb-nagyobb konfliktusok, hisz én 1978-ban érettségiztem, tehát a 70-es évek végéről van szó. 74-78-ban voltam Székelyudvarhelyen. Akkor, amikor megtudták, hogy egyik osztálytársammal, egy nagyon jó barátommal a teológiára megyünk, ő református volt, akkor persze, hogy az osztályfőnököt szőnyegre hívták, a politikai felelőst is szőnyegre hívták, hogy tudják-e az, hogy Nagy László és Kerekes Bandi, ők a teológiára mennek. De ettől függetlenül nem volt gondunk. Nagyszerű tanáraink voltak, főként ugye a magyar tanára. Elnézést kérek, ezt önök fiatalként, végzős diákként, hogy felmérték, hogy ez probléma lehet az akkori politikai rendszerben, vagy nem is nem, igazán? Nem, még akkor sem, ha tudtam azt, hogy a szülőfalum papját is elítélték. Akkor a családunkban is egy kicsit tabu téma volt ez. Édesapámat is elvitték, kulákok voltak rendszerellenes tevékenységért. Elvitték és elmondta édesanyám, hogy úgy megverték Udvarhelyen a szekuritátén, hogy egy pár napig nem ment ki otthonról, nem mert kimenni otthonról olyan állapotban, hogy gyalog hazajött Udvarhelyre. Tehát ott benne volt a családban. De fel sem értem ezt a veszélyt akkor. Gondolom, hogy az udvarhelyi iskolás évek az egy olyan burkot képeztek, tehát igen. Ott nem igazán lehetett érezni ezt a fajta nyomást. Nem, és még az a szerencsém is volt, hál' Istennek mondjam így, hogy bentlakó voltam. És egy olyan közösségben éltem, egy olyan közösséget alkottunk ott, nem jutott, ha bár rendszeresen bejött a szekus tiszt. Lehetett tudni, hogy ki ő? Persze, ha hívott, mindenket rendre hívott a diákokat. Ingyenes egyetemi éveket ígértek, felvételit ígértek, főként ugye, akik orvosira mentek, műszaki egyetemre mentek, velük nem igen foglalkoztak, mert ezekkel nem volt mit tárgyalni. Igen, tehát akkor nem mértem fel. Sőt, még Kolozsváron is egy burokban éltünk, a katonaság után 9 hónapot katonák voltunk, és bentlakásban voltunk, egy tiszta magyar környezetben voltunk. Reformátusok, evangélikusok és mi az unitáriusok egy intézetben tanultuk, nekünk külön volt a bentlakásunk az egykori Brassai Sámuel liceumban, a János Zsigmond unitárius kollégium. És akkor nem mértem fel, Sőt, amikor elvégeztem a teológiát,
ide kerültem 2 évet segédlelkésznek, innen Szőkefalvára, még jól van, 89 előtt vagyunk. És nem volt bennem félelem. Nem volt bennem félelem, hogy prédikálok. Sokan mondták, hogy meggyúrt a baja, hívatták, ez vagy az. Nem volt. Tehát visszatérve az, hogy tudatosan vállaltam, de ezt nem tudtam, hogy ezek is ott vannak a háttérben. Az, hogy ön lelkész lett, ebben mondta, hogy nagy hatása volt a szülőfalu papjának. Azon kívül volt-e még valami, vagy egyáltalán mikor dőlt el ez, hogy ez lesz a pálya, a hivatás? Mert az, hogy valakinek jó a hangja, meg a szomszéd azt mondja, hogy na te belőled biztos pap lesz, ez azért még kevés, azt gondolom. Tehát ez egy ilyen vicces dolognak jó, de hogy azért de mondtam azt, hogy tanulni szerettem volna, és úgy éreztem, hogy egy hivatást, egy hívást is éreztem valamikor, fiatal koromban erre a pályára. És amikor ide kerültem Vásárhelyre, nekem nagyszerű, nem főnököm volt nekem, egy második apám volt szinte, mert édesapám akkor halt meg, amikor elvégeztem a teológiát. Még el sem végeztem. Hirtelen meghalt infarktussal. És Kolcsár Sándor, aki a lelkésze volt az egyházközségnek, úgy átvezetett, és ez a család. Mondom, szinte minden nap itt voltam náluk, asztaluknál lettem, amíg meg nem nősültem, 1984-ben nősültem, éppen 40 esztendeje, 40 éves házasok vagyunk most, 17-én volt, július 17-én a házassági évfordulunk, úgy átvezetett. Tehát nagyszerű emberek vettek engem körül. Akkor, amikor Szőkefalvára kerültem, olyan lelkészek, idősebb korú lelkészek, mondjam így érett, bölcs lelkészek voltak, akik ott voltak, akik rengeteget lehetett tanulni. Tehát volt egy olyan környezet, ahol az ember formálódott, egy kicsit oda tekintett, oda nézett, oda figyelt. Az, hogy hogyan is élik meg az idősebb lelkészek ezt a És önt ott fiatal emberként befogadták, hiszen az a Szőkefalva egy érdekes környezet, érdekes hely. Ráadásul gondolom, hogy jó nagy különbségek is voltak a közösség között, amit ott talált fiatal lelkészként, illetve ahonnan jött a Székelyföldről. Tehát ez a Küküllőmente, ez azért más világ, mint a Székelyföld, nem? Egy mások az emberek. Világ. Viszont Szőkefalva azért is érdekes, mert hogy hát egy falu gyakorlatilag, de mégiscsak 4 felekezet él, és 4 temploma van, ezt nem minden falu mondhatja el magáról. Ráadásul nem is a Székelyföldön van, ahol több magyarság létezik. Van egy nagyszerű történetem, ezt sokszor elmondtam, mindegy, hogy hol, Magyarországon, Romániában, bárhol is legyen. Éppen egy ilyen faluról van szó, ahol 4 felekezet van. De van egy közös. Van egy közös víztorony. És abból a víztoronyból kapja mindenki a vizet. Tehát bármilyen felekezetű. És a Szőkefalvon is ez volt. Bármilyen felekezetű volt, de volt egy valaki, az Úristen, az, aki mindenkit úgy rendezett. Valóban egy más világ, a Küküllőmente. Egy nagyon gazdag vidékre kerültem akkor. Dicső Szent Márton virágzó város volt. Isten tudja, hogy hány gyára, üzeme volt akkor. Azon kívül a szőkefalvi állami gazdaság volt Románia legjobb állami gazdasága. Nekem nagyszerű kapcsolataim voltak az állami gazdaság. Románul nem tudtam. Ez élvezték az igazgatós, a főmérnökök, stb. Mikor mentem, onnan hordtam a tejet a családnak. És mindig élvezték, ahogy beszélek. Kínlódok. De képzeljék el az, hogy amikor volt a kibúcsúzóm, akkor a bort erre a kibúcsúzó ünnepségre az állami gazdaság adta. Tehát olyan kapcsolatunk volt azokkal az emberekkel,
nagyon megszerettem. Fiatal voltam, fiatalok voltunk, mert a feleségem is ugye ott volt már, a gyermekek ott születtek, nekik az a szülő földjük, szülőfalujuk. Jó közösség volt? Nagyon jó közösség. Velem egyidős családok voltak, nagyon sokan. A szilvesztereket együtt töltöttük. Katolikus, református, unitárius, mindenki jött, 12-kor volt szilveszterkor az istentisztelet, a hálaadó, a kérő, istentisztelet, tele volt a templom. Hát egy nagyszerű közösség volt, kirándulásokat szerveztem, akkor még az ONT vagy OSINT, nem tudom mi volt abban az időben. Az állami társaság, igen, vagy minek nevezzük állat. Igen, és ezek a kollektívben dolgozó emberek nagy szeretettel jöttek. Olyanok voltak, hogy soha életükben nem voltak ilyen a faluból, csak éppen Dicsőbe a piacra mentek el. És elmentünk, végigjártuk az országot. Tehát nagyon, nagyon jó közösséget tudtunk kialakítani. Ott kezdődött a közösségszervező tevékenysége, illetve hát ott volt az a mondjuk úgy idilli állapot, amikor írni is elkezdett. Hát az elődöm Szőkefalván Adorjáni Rudolf Károly volt, és ő néprajzos, néprajzzal foglalkozott. És már azelőtt én ismertem, persze ismertem, természetesen ismertem, és úgy mondjam így, hogy ő vett rá arra, hogy ezzel is foglalkozzak. És akkor ott volt egy sátoros cigány közösség, akik Etédről kerültek oda, a feleségem küsműdött, a szomszédfalusiak voltak, és akkor velük kezdtem foglalkozni. Azon kívül rengeteg babona volt a faluban. Történetek voltak. Például olyan, hogy a tejelvivés. Voltak olyan erővel megáldott férfiak és nők, akik rátették a kezüket a tehénre, és akkor a tehének a teje megromlott, kék lett, nem tudták megírni. És akkor ez hogyan kell ezt meggyógyítani, kigyógyítani? És ezt gondolom nagyon komolyan vették ezeket a dolgokat. Igen, 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 nagyon hitték ezt, nagyon hitték. És akkor én ezeket leírtam. És így kezdődött nekem ez a néprajz. Én mással nem foglalkozom, versekkel, novellákkal, ilyesmivel nem foglalkozom, mert ugye ez nem rám tartozik, sőt a néprajzi dolgozatokat sem magyaráztam, hanem csak én adatközlő voltam. Egy pár ilyen adatközlő cikkem jelent meg, Honismeretbe Csíkszereda volt, Burus János tanárról által létrehozott kútfő a diákoknak, akik szintén falvakból gyűjtöttek. Na, tehát Adorjáni Rudolf Károly vezetett rá, úgymond így a... És az nagyon jó volt. Az nagyon jó volt. A kert mellett, az emberek mellett kis közösség volt. Hozzám tartozott még Kükülő Széplak és Vámos udvarhely. Kükülő Széplak a Petricsevics horvátoknak a fészke, mondjam így. A templom az 1699-ben épült, és a Petricsevics horvát család az egyik meghatározó családja volt az unitárius egyháznak a 17-18. Században. Hát akkor ez a szőkefalvi időszak, ez hány év is volt tulajdonképpen? Ez 12 év. Ez egy ilyen idilli, paradicsomi állapotnak képzelem el. Biztos, hogy ott is voltak problémák, de hogy igazából hogy ez egy nagyon szép időszak volt, igaz? Azt mondják, hogy a nyomás alatt, teher alatt nő a pálma. És egy kis közösség voltunk, és talán mi voltunk a legkevesebben, reformátusok, ortodoxok, katolikusok, és mi voltunk így a nagyságrendben. És volt egy ilyen, hogy mi azért nem vagyunk kevesebb, mint mások. Meg kellett mutatni. És tényleg mellém álltak az emberek, rengeteget dolgoztunk, szép eredményeket értünk el ott is. Éppen úgy, ahogy Marosvásárhelyre is, amikor 97-ben megválasztottak.
Egy pillanatra visszatérek a kollégáimra, akikkel együtt voltam a Kükülő mentén és itt is. Engem nagyon korán megválasztottak esperesnek. Nagyon fiatal voltam. De elmondom ma is a fiatal kollégáimnak, hogy azt a szellemet kellene visszahozni. Az idősebb, aki 10 évvel, 20 évvel idősebb volt, mint én, annyira tisztelte magát a tisztséget, nem Nagy Lászlót, nem az esperes, magát a tisztséget, hogy például egy idősebb lelkész, egy 60 éves, 70 év, akkor 70 évig szolgáltak, 70 év volt akkor a korhatár, nem engedhette meg magának azt, hogy megy az esperes, és akkor ne legyen rendben minden. Ki voltak téve az asztalra, rendbe az íratok, tehát magát a tisztséget is, tehát az egyházi rendet nagyon, nagyon betartották. Ez manapság már egy kicsit lazult, vagy látszik? Lazult. Akkor hál' Istennek mondja, hogy nem voltak számítógépek, le kellett ülni, leírtuk kézzel, vagy pedig éppen írógéppel. Erre az írógépre is van egy nagyon kedves történetem, hisz ugye 89 előtt be kellett jelenteni az írógépet. Itt a Bolya utcában volt egy ilyen üzlet, és a rendőrségtől kellett kérek egy engedélyt ahhoz, hogy egy írógépet vegyek. Igen, és emlékszem, hogy Ötvös József kollégámmal találkoztunk itt a Borsos Tamás utcában, aki a barátaitól kapott egy görög betűs írógépet. És azt is be kellett mutassa. Te mondta a kollega Jóska, hogy de hát ez görög, ez nem... Nem lehet vele románul írni semmit. Mit gondol, hogy itt nincsenek szakemberek, akik a görög nyelvűt is elolvassák? Igen, tehát mondom, ilyen világot éltünk.